vagyunk, és tényleg remélem, hogy még sokáig itt leszünk. Felkészülni! 3, 2, 1, rajta! Régóta terveztem azt, hogy szeretnék egy kicsit úszást gyakorolni, de annyira feszített volt a tempó, hogy nem volt rá lehetőség, de ma szerencsére hamarabb értünk haza. Ez az lábtempó! Ez az lábtempó! Úristen, lejjebb a kezem! Igen! Krisztián nagyon jó fej volt, már odajött mellém, és akkor csináltunk egy kisebb versenyt. És megnyerte! Természetesen ő visszavett a tempójából, de biztatásként nagyon jól esett, hogy jött mellettem végig. 3, 2, 1! Ákos, kicsit rosszul kaptál a rajtod? Krisztián, ide van, ki lesz a vége? Nekem a víz azért továbbra is egy olyan közeg, ahol amíg csak beugrani és kiugrani kell, addig nagyon jó vagyok, de onnantól, hogy haladni is kell benne, onnantól azért hátrányra tudok szert tenni. Úgyhogy én ebben próbáltam tanácsot kérni azoktól, akik ebben otthonosabban mozognak. Felmértük azt, hogy melyik úszás nem lesz nekem a hatékonyabb, illetve mivel járok jobban, hogyha víz alatt haladok, de ha víz alatt haladok, nem látom, hogy meddig megyek. Szóval ezeket próbáltuk latolgatni, hogy hogy vagyok a leggyorsabb, hogy lehet a leggyorsabban átvészelni az ilyen akadályokat. Jó kis edzés, úszóedzés van. Igen, amúgy. Reméljük holnap vizes pályázt, és akkor tudjuk hasznosítani a ma megtanultakat. Reméljük. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.